Ne lehessen önkényuralmi jelkép semmilyen terméken, ez a Fidesz javaslata, amely most a parlament elé került. A Jobbik szerint későn. Erre nem kellett volna egy ilyen szabályozásra várni először is majdnem 30 évet a rendszerváltás után. Azután kezdeményezte Lázár János az önkényuralmi jelképek kereskedelmi használatának tiltását, hogy a román bíróság a Heinekennek adott igazat az igazi csíki sör részben magyar tulajdonú gyártójával szemben, a CSUK, azaz csíki sör névért indult perben, a Heineken sörein pedig ott a vörös csillag. A törvényjavaslatot az igazságügyi bizottságban Vas Imre terjesztette elő. A fideszes képviselő azt mondja, ő járatlan sörös ügyekben. Az igazság, én megmondom őszintén, önöknek egyik sörből sem ittam, se Heinekent, se kicsi csiki sört, se tiltott csiki. De aláírta a törvényjavaslatot. Igen, beterjesztett, csatlakoztam hozzá, igen. A fideszes képviselő nemcsak, hogy nem ivott a két sörből, de azt mondja, nem is hallott a név körül kialakult jogvitáról. Én nem tudom, hogy Romániában milyen jogvita van. Mondom, nem hallott róla? Nem. Nem, komolyan? Nem tudom a romániai jogvitát. Utána fogok nézni most már. A szocialisták szerint egyértelmű, hogy a kormány a Heinekenen akar bosszút állni. Azt hiszem, csak a hülyék ott ülnek, nem? A szomszéd szobában, tehát most. Tehát persze, hogy ehhez van köze. Tehát értem én, többször éltek már ezzel a lehetőséggel a fideszesek, hogy hirtelen, aki nem általában buta, az elbutul. Ez egy vihar egy pohár sörben. Az LMP szerint sokba kerül majd, ha a Heineken nemzetközi bírósághoz fordul a törvény miatt, a liberálisok pedig úgy látják, ez a vörös csillag nem is az a vörös csillag. A bolsevikok még nem is tudták, hogy nekik a vörös csillag fontos, amikor a Heineken már használta, hiszen olyan régi nála egyébként ez a szimbólum. A Heineken ma sem akart megszólalni az ügyben. Ha az országgyűlés elfogadja a Lex Heinekenként elhíresült törvényjavaslatot, akkor akár 2 éves szabadságvesztésre is számíthat az, aki önkényuralmi jelképpel ellátott terméket forgalmaz. Bár megalkotói szerint a törvényjavaslatnak nincs köze a Heineken és az igazi csiki sör közötti jogvitához, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a múlt héten azt jelentette be, hogy az igazi csiki sör gyártója akár kormányzati támogatásban is részesülhet. Kéri Barnabás, RTL Híradó, Budapest.